A házi orvosok, házi gyermekorvosok minden tájékoztatást megkaptak a Nemzeti Népegészségügyi Központtól a koronavírus járvány megelőzéséhez szükséges teendőkről. A szakemberek tisztában vannak a megbetegedés tüneteivel, az ilyenkor szokásos, szigorú eljárásrenddel. Dr. Ábrahám Judita, a 6. körzet háziorvosa televíziónknak elmondta, a vírussal kapcsolatban kötelességük minden nap követni és betartani az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat utasításait. Mondok egy példát, ugye a legújabb vírus mintavételi szabály az, hogy a járási ANTS hivatalnak jelentem a vírusigényemet egy páciensemmel kapcsolatban, majd ők ezt a kérelmet elbírálják, és amikor visszaigazolták, akkor kérhetek egy mentők általi mintavételi lehetőséget. Ez egy pár napja kijött legújabb szakmai ajánlás. A szakember mintegy 2100 betegkártyával rendelkezik, napi szinten 100 beteggel találkozik. Ez az elmúlt hónapokban sem volt másként, csupán annyi változott, hogy a személyes találkozások helyett telefonon egyeztetett betegeivel. Kiemelten minden hívást fogadnak, beszélgetnek a páciensekkel, de ha szükséges, bejelentkezés alapján a rendelőben is felkereshetik őket. Arra kérjünk mindenkit, hogy akinek felső légúti tünetei jelentkeznek, hirtelen kiugló rázzal, száraz köhögéssel, ordulással, esetleg nehéz légzéssel, azok semmiképpen sem keressék fel a házi orvosi rendelőket, hanem minden esetben a házi orvossal telefonon egyeztetve beszéljék meg a további teendőket. A házi orvos végezetül hangsúlyozta, közeledünk a nagy héthez, a húsvéti ünnepkörhöz. Azonban az idén a vírus terjedésének megakadályozása érdekében csak szűk családi körben szervezzünk összejöveteleket, óvjuk idős családtagjainkat.